palacsinta világnapján a tésztanya a legjobb választás. Édes, sós vagy épp óriás, az ínyencek minden kívánsága teljesül a tésztanyában, akik a világnapra is felkészültek. Ebben az alkalomban is különböző akciókat találtunk ki, mivel az édes palacsintáinkból, különlegesekből engedtünk egy kicsit, tehát úgymond akcióztunk, illetve minden más palacsintánk mellé limonádét adunk ajándékba. Az édes palacsinta mellett azonban készülnek laktóz- és gluténmentes tészták is, sőt, sós palacsinta is kapható, ha valaki inkább a húsos ízeket kedveli, mondta Németh Renátó. Az édes mellett van sós palacsinták is, amit nyilván sokan még így kicsit furcsának, hogy húsos palacsinta, pedig hát ott a hortobágyi húsos palacsinta, aki szerintem mindenki számára egy ismert fajta. Sok minden van, tehát vannak ilyen egyszerűbbek, tehát úgymond ilyen sonkás, sajtos palacsintánk, illetve vannak a kicsit ennél komolyabb feltétel rendelkezőek, amik már akár egy ebédet is ki tudnak váltani, tehát menünk is van így déli időszakban. Na de aki a palacsinta világnapját tisztelettel szeretné ünnepelni, neki azért mégiscsak az óriás palacsinta dukál, de mit is érdemes tudni erről a hatalmas falatról? Az óriás palacsinta az azt jelenti, 40 cm nagyságú egy palacsinta, ami nyilván azt mondom, hogy egy palacsinta azért már nem jól is lehet vele lakni. Feltétből igen, tehát nagyon sokféle van, körülbelül 50 palacsintánk van édes és sós. Minden mellett ugye gofrik vannak még, ami továbbá saját maga tudja mindenki összeválogatni azt, hogy mit szeretne rá. Itt meg pedig tehát ebből adódóan nagy a tárház ennek a lehetőségnek, hogy ki milyen gofrit szeretne. Szóval a tésztanya nem csak a mai napra jó választás. Az édes és sós palacsinták mellett óriás palacsinták, egyedi a vendég által összeállított gofrik és különleges turmixok várják a betérőket, akiknek elvitelre is készítenek finom falatokat tanyasék. Tehát minden, mi szemszájnak ingere, a tésztanyában kapható.